Ez a dombokkal ölelt, a bebekek ősi fészkének számító gömöri település Pelsőc. Az egykori vármegyeszékhely lakosságának nagyobb aránya ma már szlovák nemzetiségű. A magyar szó egyik bástyája a Dénes György alapiskola. Itt tanít és nevel 2007 óta Szcsuka Edit. Itt vett sapkát hófehérke törpéknek a méretére. Itt vásárolt piroska, piros masnit pirulva. Játszva tanulás. Ez az iránymutató a pedagógus számára, aki furulya szóval csalogatja tanítványait a szőnyegre, történetet mesél, szókártyákkal segíti a szövegértést, dalokkal, mondókákkal fejleszti a gyermekek szókincsét. Soha nem volt más. Mindig pedagógus akartam lenni, elsősorban óvónő, és az is lettem. Ezután tanultam, elvégeztem az egyetemet, és így lettem alsó tagozatos pedagógus. Lassan 38 éve tanítok, de még nem találkoztam két egyforma gyerekkel. Tehát minden nap, minden gyermek egy újabb kihívás, és az, hogy ezeket az apróságokat megtanítani az írás, olvasás, számolás tudományára, és mellette, hogy udvarias, kedves, illemtudó ember váljon belőle, no ez a kihívás. Teszi mindezt úgy, ahogy szeretett költője József Attila mondja. Jó szóval oktasd, játszani is engedd. A játékos módszerek azok, amelyek szerintem főleg alsó tagozaton előre visznek. A csoportmunka az, hogy a gyerek egymással is tud kommunikálni, meg tudják beszélni. Tehát azok a módszerek, amelyek fejlesztik a gyerekeket a gyerekek által. Az iskolában Szcsuka Edit a motorja az irodalmi színpadok, verses összeállítások, emlékműsorok elkészítésének is. No, az igazi kihívás volt, amikor a felső tagozaton a Szép Szó irodalmi szakkört megalakítottuk, és rengeteg tehetséges, ügyes gyerek jelentkezett. Mesejátékokat színpadra vittünk, amikkel a környező falvakban felléptünk. Ez is azzal, hát szinte ilyen toborzás volt a magyar iskolában, hogy megmutassuk, mit tudunk. Ez is benne van. Büszkén mutatja a legeredményesebb szavalóit, a fellépéseken, versenyeken készült felvételeket, és előkerülnek egy korábbi időszak fotói is. Ezek a hosszú szói évek, amikor ott nyitottuk meg a magyar osztályt, ez volt a 97-es, 98-as év. Ezek a közös március 15-ei megemlékezések. 96. szeptemberében megnyitottuk 7 gyerekkel a magyar osztályt, és azóta is működik. Ez számomra egy nagyon nagy eredmény. A faluban falumúzeumot alapítottunk 2005-ben. Szcsuka Edit először a Kistárkányi, majd a Rozsnyói járás több óvodájában, később a Csoltói alapiskolában dolgozott. A hosszú szói magyar iskola és tájház alapítással kapcsolatos évei meghatározóak. A szlovák-magyar határ közelében fekvő község az otthona, a magyarság megtartása a küldetése, a tanítói pálya a hivatása, a pedagógus szövetségben végzett munkáját pedig kötelességének érzi, hiszen ő maga vallja, soha nem volt más lehetőség, mindig pedagógus akart lenni.